azokat az alkotókat szoktam meghívni, vagy fölkérni a beszélgetésre, akik a közös táblatainkon, vagy valamilyen más formában már megmutatkoztak. Ja, az össze már, igen. Jó, csak azért a több előfordulás után. És akkor egyrészt az, hogy hogyan figyelt föl rám, hogy érdek kiállítson, és hát röviden magáról, nem csak mint alkotóról, hanem mint Vice Judit, mint polgárról is egy pár szót szeretnénk hallani, aztán majd vannak ötleteim, hogy mit kérdeznek. Először, hogy mivel foglalkozom, már jelenleg anyuka és nagymama vagyok, otthon vagyok. Hát, hogy kerültem a Korián közelébe, az úgy történt, hogy kedves barátaim, aztán mutatom barátaimnak, Bálint Edi és a Bálint Imre, akinek fölkerültenek a képei. Ők hívták fel a figyelmemet az őszi kiállításra, és hogy hát, ha akarok, akkor illetve tudták, hogy szeretnék valahol megmutatkozni, és akkor ők szóltak, hogy jöjjek át, hozz a képeket, és akkor erre az alkalomra pedig hát szintén azért az Imre segített, amit hát örülök. Igen, ezt láttam. Nem, jobb, hogy mondja ezt, és nem az Imre. Száz napottán sikerült már a képeivel valahogy bemutatkozni? Volt már rá alkalom? Nem. Úgyhogy érdekes módon, hogy a érden a mozgáskorlát ögött a kiállításán is többször több hét, meg nem tudta több képpel már volt szerencsém részt venni, de hát igen, az embernek egy kicsit úgy menedzselni is kellene magát, de hát nem biztos, hogy rajzolni esetleg tud valaki, akkor ezt is úgy ki tudja járni magának, a lehetőségeket és mindent. Igen. Az itt látható képek nyilván nem első próbálkozáson sikerült. Valahonnan el kellett indulni, hogy ezek a képek már nyilván egy minőségi szintet, egy kiválasztott anyagot jelent. Honnan indult el, mik voltak az első próbálkozásai, vagy mi képek voltak egyáltalán, esetleg más technikákban próbálkozott-e? Amikor beszélgettünk egy pár hétre ezelőtt, akkor a ruha szabászatról volt szó, akkor talán ez erősebb is van. És egyébként is, hát mindig szerettem kreatívkodni, fantáziálni, és rajzolni is, hát szinte azért úgy gyerekkoromtól, hogy próbálok, hát most az, hogy sikerült vagy nem, az most nem számít. És nem tudom én, lakástextíliákat, nem tudom, hobbiból egyszerűen jól éreztem, ha foglalkoztam ezekkel. És igazából a rajzolással és festéssel is évtizedek óta foglalkoztam, hogy szénnel rajzoltam, csak egyszerű grafitszerűen rajzolok, vagy temperával, ugye visszfestékkel, annál tovább úgy nem merészkedtem, tehát így akrilnek, olajbenekkel nem foglalkoztam soha. És akkor azért tehát van egy pár, amit meg is őriztem, amit úgy éreztem, hogy a magamhoz képest azok jól sikerültek, például itt van ez a kis akvarell, ez nem tudom, több mint 10 évvel, vagy nem tudom, készült, tehát valóban régóta foglalkoztam ezzel. És akkor tulajdonképpen a mozgáskorlátozottak egyesületénél alakult egy kis szakkör. Igazából a török orsolyában is képzőművész szokott kiállítani. Igen. Ő kapogtatott egyszer be és felajánlotta, hogy szívesen és ingyen az idejét rászállna arra, hogyha valakit érdekelne és szeretne rajzolni, festeni. És akkor így elkezdtük, és akkor az Imre később ugye pártfogásba vette ezt az egész dolgot. Ő is csatlakozott, és akkor egy ilyen kis rendszeresen hetente odajáró kis csapat jut össze, meg érdeklődők, akik bejöttek, volt, aki ott himezgetett, nem tudom, tovább ment, de volt egy rendszeres, és akkor ott ismerkedtem én meg tulajdonképpen a Pasztel Krétában. És akkor
ez olyan szabadságot adott valahogy nekem, ez olyan, persze nem mindjárt születtek olyan, amit én most már ezt is másképp rajzolnám, nyilván nem tudom én egy év múlva, de úgy lassan-lassan azért úgy rájöttem, hogy a saját gondolataimat, tehát kaptam egy eszközt ahhoz, hogy a saját gondolata világomat lerajzoljam, és azóta azért úgy tömegesebben készítek képes, sokat rajzolok, most ott mondtad a tél, úgyhogy ha szabad időmben vagy esténként, akkor sokat. És ezeket végül is azért választottam, na most a felső, a névadó, meg itt ez, hogy ezek a legutóbbiak, mivel hogy igazából, tehát ennél azért sokkal több képen van, csak olyan nehéz dönteni, és akkor úgy döntöttem, hogy így a legutóbbi abból választok, ez az egy régi, ez a kis akvarell. Igen, szeretném azt kérdezni, hogy van, aki bátorítja, vagy véleményt mond, akár Battán, akár mondjuk Imrére is gondolok. Akik úgy véleményt mondanak, és hát egy kicsit útmutatás, hogy biztatják, hogy igen, ezek jó beszélt, érdemes. Ezt én is szívesen festettem volna, mondja meg egy művésztársa, vagy pedig a saját ízlése és a benyomásai alapján indulat következő kép megtervezéséhez. Mikor amit említettem, hogy összejött ez a kis csapat, és ugye hetente összejöttünk, és akkor meg... Tehát ott beszélgetés is volt, megbeszéltünk meg egymásnak. Tehát mi sokszor megemlegetjük, hogy sokat kaptunk tulajdonképpen ott egymástól. És közben ugye rajzoltunk, festettünk. Hát most az úgy megszakadt, meg hát most ez a tél is úgy jobban be is zárkózik az ember. Hát úgy a család, tehát most úgy nem. Hát a lányom van, ő főleg. Szászlón Battán nincs egy-két olyan vezető képzőművész, aki úgy mint világító osztop szerepel. Rászkó Mandira gondolom, hogy mit tudom én, de ők elkönyvőnek? Hát nem. El kellene indulni és ugye megkeresni ott is a megfelelő fórumot, embereket, és megpróbálni be. Csatlakozni, vagy persze, nem hiszem, nem gondolom, nem feltételezem, hogy elkülön. Nem, úgy érzem, hogy ismeri önöket, akik hasonlóképpen nem hivatásszerűen alkotnak, hogy tud-e önökről rólam. Nem. Hát ez pont, hát ez jellemző, akkor ha már ez bemutatkozás, ugye, hogy ezt is az élet hozta, a véletlen, és akkor most itt vagyok. Tehát pont ezt mondom, hogy hát nem biztos, hogy aki kreatívkodik, az alkalmas arra is, hogy utána járjon, hogy akkor hol is kéne ezt megmutatni. De tervezem, hogy... hogy ráparancsolok magamra, és megkeresem az embereket ott a lakóhelyen is. Említette ezzel, hogy milyen szándéka hozta ezeket a képeket. Nyilván 8-10 képből nem lehet átosítani, azért kérdem, hogy vannak olyan témák, amelyek egy kicsit jobban izgatják, amit szívesebben alkot, vagy olyan technika, amit látom akkor ennek még. Igen. Ez a kettő az akkor hát. Igazából, mondjuk az régebben, meg mikor elkezdtem ott most ez az új korszakban, tehát ez a Pasteur Krétával megismerkedni, tehát vannak ilyen, ugye a madár, vagy a galamb, meg a, nem tudom, az erő, a ló. Tehát így vannak ilyen kedvenc, amiket szeretek alkalmazni, hogy valamit kifejezzek, nem tudom, hogy a felítség, vagy a vételnek az erőnek. Tehát így. Igen, na most hát, hogyha pár szót itt elmondatok, tehát nem hát mindenről. Hol? Ott van ugye mindjárt kezdem, ennek az univerzum a címe, a végtelen. Az ember szinte el se tudja, vagy nehezen tudja elképzelni, hogy mi az, hogy végtelen. És ugye a végtelen univerzum, az ember, itt két egy ember pálya, és ugye a végtelen térben, a véges idő rendelkező ember,
És akkor már így adta magát szinte rajzolás közben, hogy ott egy kis madrasz, vagy egy kis emberkalánta, ugye a végtelen idő. Ezek a gondolatok. Amennyire megfoghatatlan, annyi, hogy mondjam, sejtelmességet kell, hogy tartalmazzanak. Igen, mert egyébként, hát jó, én nekem ez a magyarázatom, és akkor, hogyha valaki másnak más... Tehát az a lényeg, hogy valami gondolatot adjon. Ez a két volt a tárlatunk? Nem volt. Ez volt, meg egy másikat most nem hoztam. Tulajdonképpen az ajzolás, festés is olyan, hogy az ember kicsit úgy szeretne a világnak a bajaitól elbújni, a problémáktól, a maga kis világát megteremteni, és akkor leülök, hogy most egy olyan szép képet fogok rajzolni, nem tudom én, gyönyörű rózsákat. És akkor leülök, és nem jön a rózsa, mert ugye hallom a híreket, ez a baj, az a baj. És akkor nem a rózsa jött, hanem jött egy ilyen. Itt a Szent Erzsébetnek a legendáját használtam fel, csak a képen a legendának a fordítottja történik, mert a Erzsébet kötényében van a kenyér, és a rászoruló szegény embernek a kezében van a virág. Na most ez nem az egyház ellen akar szólni, meg nem is az adakozó emberek ellen, akik segítségére sietnek a rászoruló embereknek, hanem itt arról van szó röviden, hogy hát munka kellene mindenkinek, hogy el tudják magukat és a családjukat tartani az emberek. És akkor itt alatta ugye a hajléktalan fekszik az újságpapíron, az újságpapírra is rajzoltam, és hát ez már az is a címe a képnek, hogy rossz álom, tehát ez rémálmunkban. Ez a önarc kép lenne, itt a galamb és a sas, és itt hát amit engem ábrázolna rajz felett is ott egy sas fej. A galamb, a béke, a felítség, a sas az meg egy erős, hát ragadozó mondjuk ki, és ugye az ember azon így gondolkozik, hogy mi helyes, milyen legyek, vagy milyen vagyok, vagy milyen kellene lenni, hogy ugye galamb, vagy a sas. És akkor végülis arra következtetésre jutottam, hogy nem vagyunk egyfélék, tehát valószínű, hogy mindegyikünkben megvan a galamb is, meg a sas is. A hajlan, ugye? Csak ugye tudni kellene, hogy vagy annak kellene parancsolni, hogy mikor engedjük szabadon a galambot, mikor engedjük szabadon a sast, mikor melyikre van szükség. Jó lenne már, hogyha látnánk végre a napot tartósan, járkálódnánk, ezt most legutóbb próbálkoztam az akvarellel. Ritka nagyon gazdag a világa. Egyébként a galamb és a sas ellentétére gondolva, ugye a címerekben, a címerállatok azok mindig erőt fejeznek ki. Ugye hát az a sas, kétfejű sas, oroszlán, Berlinnek a medve, Rómának a farkas, de az nyilván más attitűd, de az is azt szolgálja, ennek a kifejezése. Ritkán találunk címerekben például lepkét, mókusz, cicát vagy malac például, amit messze nem ugye, tükrözi egy államnak vagy egy országnak az elejét. Megkérdeztem volna, de most már nagyon ügyesen elébe, mert nagyon jó esik magával beszélgetni, mert nem kell kérdezni, úgyhogy pihenhetek egy kicsit, hogy kérdeztem volna, hogy a maga a művészettel, ez a kifejezéssel milyen célja, van-e valami arszpolitikája, de gyakorlatilag szépen a képeiről mesélve, vagy kicsit értelmezve, vagy közeled ide a gondolatait, de én igazából választ kaptam, úgyhogy nagyon köszönöm. Kívánom azt, hogy sok örömet teljen még ebben, semmiképpen ne adja, és várjuk az őszi tárlatunkon az egy-két olyan képét, amit különösen bemutatásra méltónak szán, és örül, hogy megalkotta. És Imrének itt pedig köszönöm, hogy Juditot közel hozta a mi társaságunkhoz, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.